el fog rohanni az élet, vallásoskodhatsz, okoskodhatsz, lehetsz ilyen nevelőapa, nevelőfiú kapcsolatban az Istennel, de hogy ez nem lesz gyönyörűséges és könnyű kapcsolat, az teljesen biztos. És az Isten ezért cserébe csak egyet kér, engedelmességet kér. És higgyétek el, hogy egyre nagyobb szakadék lesz az engedelmes és az engedetlen emberek között. Egyre nehezebben fogják egymást megérteni, egyre nehezebben, egyre nehezebben, egyre nehezebben. És ezért az engedetlen hívő mit fog csinálni? Üldözni fogja az engedelmes hívőt. Nyugodtan dőlj hátra, nem a világi szomszédot fog téged üldözni. Téged az engedetlen hívő testvéred fog üldözni. Miért? Hogy a saját engedetlenségét elfedezze és eltakarja. Mert amíg te világítasz, amíg te engedelmes vagy, addig arra vagy bizonyíték, hogy az ember igenis tud engedelmeskedni az Isten igéjének. Hogy ebben néha beledöglik, az igaz, de tud engedelmeskedni az Isten igéjének. Én nem hiszem, hogy a mennyben ilyen távolságtartó lesz az Isten, hogy jaj, akkor 2-től 4-ig, majd a domováriak mennek, 4-től 5-ig, értsétek meg, ez egy közvetlen Isten. Ez lejött és közvetlenül beszél az emberrel. Ettől fosztja meg magát az ember, ettől a közvetlen kapcsolattól, amiért Mózes mindent odaadott volna. Mindent. Adjon ehhez Isten nekünk kegyelmet, hogy ne Jónások legyünk, hanem kapernaumi századosok. És higgyétek el, hogy nagyon sok minden meg fog változni az ember életében.